Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Skyrim 22. epizódja. Az előző részben lejöttünk ugye a kollégista társunkkal és az egyik tanárunkkal, Toldfirral ide a Sardali romokba, és találtunk egy orbot, amiről nem tudunk semmit, csak az, hogy valami kicseszett módon erős lehet. És Toldfir megkért... Toldfir megkért... Toldir megkért minket, hogy vigyük el ezt az információt az Archmage-nek. Azaz vissza kell mennünk a Koleszba, és szólni kell a főbossnak, hogy valami nem oké és ebből a rommal. Úgyhogy tegyük is ezt meg. Kicsit még gyorsan szétnézek. Javak után. De erős a gyanúm, hogy itt már nem fog találni semmiféle hasznos dolgot. Úgyhogy ja, vigyük el az infót az Archmage-nek. Ja, itt sincs semmi. Jó. Egy urna még kis pénzzel. Na menjünk, mivel itt van egy út, és hosszú lenne visszafele menni, akkor menjünk erre. Ugye Lydia most elvileg nincs velünk, mert ez Mage Guildes küldetés, ugye automatikusan lecsatlakozott. Hoppá! Erről elfeledkeztem. Itt egy sárkány szó. Na lássuk, mit kapunk. Ice form, nice. A mágusok egyik kedv... Ott itt van Lydia. Okay. Mágusként az egyik kedvenc mágiám, illetve a sárkány szavam. Ez nem csak hogy sebez. Dragon Souls, oké. Kioldjuk, hanem meg is fagyasztja az ellenfelünket. Tehát jégkockává, hoppá, azt elfelejtettem berakni favoritra. Jégkockává is dermeszti őket, és egészen addig úgy is maradnak, amíg nem ütjük meg őket. Mi az egyik kedvenc shoutom? Dwarven Armor. Az jó sokat ér, úgyhogy eltesszük. Elven Bow, abszolút megéri. Az elf cuccok egyébként... Vulkánó, ebből már van egy. Conjuration. A vulkánó tekersből már van egy. Úgyhogy majd valami táposabb ellenfélre el is lőjük, aztán meglátjuk, hogy miért rikkent. Még én sem láttam azt a spellt, úgyhogy érdemes lesz majd figyelemmel kísérni ezeket a dolgokat. Alig várom már egyébként, hogy kipróbáljam őket, de szabad téren jobb szeretem ezeket elsütni, mert nem tudom, hogy milyen következményekkel járhat, és ha idebent elszabadítok egy... itt jöttünk be. Ha idebent elszabadítok egy orkánt, vagy egy tornádót, akkor lehet, hogy annak nem kívánt következményei és mellékhatásai lehetnek. Úgyhogy, ja! Nézzük meg, hogy van a karink. Active effects... Oké, egész jó. Gyorsan vissza kell most érnünk a Koleszba, ugyanis ugye hideg van, és hát nem szeretnék ide kint sokáig időzni. Egészen éjszakon vagyunk, úgyhogy érthető, hogy nem túlságosan barátságos és mérsékelt övi az éghajlat. Paci, venni kell majd egy lovat. Ja, szerintem majd nézzünk egyet. Nem tudom, hogy melyik városba lehet a legjobb lovakat kapni. Na majd kiperkáljuk. Kommentbe kértétek, Silent Game Hunter, ha jól emlékszem. Egy Silent Hunter gamer? Vagy valami hasonló neved van, bocsi. Három szótagos, és ez már meghaladja az én agyi kapacitásomat. Tehát azt kérted, hogy kezdjem el előbb építeni a házat, úgyhogy ezt meg is fogom tenni. Amint végeztünk a college-os küldetés sorozattal, szerintem akkor bele is kezdek. Már meg is ki is néztem magamnak a megfelelő helyet hozzá. Az a legbarátságosabb környék. Számomra legalábbis, kinézetileg, meg minden ügyileg. Úgyhogy ott fogjuk megvenni majd a kis házikónkat, illetve a telket, amire majd a házat saját kezűleg szépen felépítjük. Ice baby. Szarta. Ja, Archmage, oké. Okay. College of Winterhold. Jó felé megyek? Na, jó felé megyek, csak rohadt messze van. Oh, fuck me. Kik vagytok? Ah, farkasok. Jó! Headshot. Ilyen messzire elér a izé? Soul Cloak, what the fuck? Jó, hogy az Ice Wolf azért ilyen tápos. Na gyere csak vissza. Áhú, Mati! A jégforma megmentette a seggünket. Mi? De Lydia már el is találta egy nyilvesszővel, úgyhogy... kijött a jégformából, de láttátok, hogy megdermett és összeesett. Abban a pillanatban, amit ráüvöltöttem. Úgyhogy ez igazán életmentő volt. My little thirsty. Beragadt a nyelvem alá egy popcorn darab. Szerintem...
Van még nálunk, nincsen. Jó. Lidiánál van a vizes palack, úgyhogy... Az egy nagyon jó... ő volt a kedvenc, ez egyik kedvenc Dedra. Vagy Divine nő. Az Oblivionba. What? Hello, cicák! May I kill you, please? Oh my god! Oké, elég a szó. Áú! Mosomból! Áú! Dög! Hát minket, hogy nem találsz el. Elég fontos alkimia alapanyagot lehet tőlük szerezni, azért bátorkodtam kicsinálni őket. Azt a szobrot mindenképpen meglátogatjuk. Hát, ha kapunk hozzá egy jó kis küldet. Egy nagyon jó artefaktot kaptunk az Oblivionba attól a szobortól, illetve attól az istenségtől, istennőtől. Egy olyan Soul Gem-et, ami nem használódik el, és Grand Soul Gem-nek ismeri a játék. Nem tudom, hogy itt is meg lehet-e kapni, de bevallom, most láttam először, hogy itt is jelen van ez a szobor. Úgyhogy majd meglátogatjuk egy unalmas óránkba. A hajnal is az alkonyat istennő egyébként, de nevét azt most meg nem tudnám mondani. Meridia! Nem, Meridia már volt. Őtőle kaptuk a Dawnbreaker-t. Shit! Frankon elfelejtettem a nevét. Na mindegy, majd megtudjuk. A fogadóba benézünk, föltöltjük a vizes kulacsunkat, ugyanis itt nem igazán van édes víz, ahol ezt megtehetném, úgyhogy fizetek inkább érte 5 kajcárt. That looks dangerous. Ja, dangerous, úgyhogy nem messzire. Milyen spell? Nyugodjatok már meg, nincs rajtam semmi. Ja, de rajtam van a soul. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy... Szlutty! És ezt is elharapjuk szépen. Vesztéted, és már nem is vagyunk szomjasak. Nagyon jó. Shut up! Menjetek innen! Éppen ügyintézek. Au. Szerencsére most legalább nincsen hóvihar. Eléggé meg szokta nehezíteni a közlekedést, meg a járkálást. Bár még így is frigid, de hideg van, úgyhogy very cold, ja. Úgyhogy majd ha bemegyünk, akkor ott egy kicsit jobb lesz. Beszélünk szépen az Archmage-el, és tudtára adjuk, hogy van valami szép nagy bogyó odalent, ami talán esetleg érdekelheti. Bár már ugye most sejtheti az ember, hogy ez nem fog olyan könnyen menni, mint amilyen könnyűnek, elsőnek tűnik. Ez az. Ja. Így van, Archmage Quarters. Egyébként itt nagyon tetszik az Archmage Quarter. A Oblivionban csak egy icike-picike szobánk volt, itt viszont az egész torony a miénk, és elég jól néz ki oda bent. Minden. Ha? Hol vagy? Á, szervusz! Aren. You are relatively new here, are you not? I have noticed you, but we have not spoken. Udvariasak legyünk, vagy ne? Nem beszéltünk még. Then allow me to introduce myself. I am Savos Arin, Archmage of the College of Winterhold. I am quite content to see nearly any aspect of magic explored and investigated here. Nagyon jó. But I do not and will not approve of any research or experiments that cause purposeful harm to your fellow members of the college. Oh. Are we clear? Persze, persze. Na, beszéljünk szépen a szárthali dolgokról. Please tell me that another one of the apprentices has been incinerated. I have enough to deal with right now. Ja, látom, nagyon elfoglalt, hogy lapozgatod a könyvet. Találtunk egy orbot. I see. I trust that Tolfdir will provide a more specific explanation. Ő se tudja, hogy miről van szó. Tolfdir normally looks after your little group, yes? Since he's apparently occupied, and I will need to see this discovery for myself, I think perhaps you should begin researching the subject. Speak with Urog in the Arcanium. Okay. See if he's aware of anything that matches your discovery. And good work. The next time you find yourself exploring Nordic ruins, perhaps this will be helpful. Igen, ez elég vicces. Kapunk egy Staff of Mage Lightot. Egy olyan staffot, amivel egy fénybogyót tudunk lőni. Igen, de sokkal hasznosabb egy tűzvihartokádó staff. Nem, adott egy Franco Mage Light staffot, amit már tudok kasztolni, kétféle verzió is, tehát... Nem túlságosan
Archmage-szerű az Archmage-ünk, annyit kell mondanunk, hogy itt az ide leváltani. Egyébként ez a Archmage Quarter is szerintem tök királyul néz ki. Na de haladjunk is akkor tovább. Beszélünk el Urággal a könyvtárba. Hát a neve alapján ugye ork. Ami már csak azért is fura, mert az orkok és a könyvek valahogy sosem illenek össze a fantasy világokba. Na de most ezen ne gondolkodjunk, beszéljünk Urággal. Ez itt a Mage Guild könyvtár. És ő itt Urág. You are now in the Arcanum, of which I am in charge. It might as well be my own little plane of oblivion. Disrupt my Arcanum, and I will have you torn apart by angry Atronox. Ooh, okay. Now, do you require assistance? Mm-hmm. I know what you want. Word travels fast around here. Discovered some big mystery, huh? Well, you don't even need to ask. No, I don't have anything for you. Not anymore, anyway. Tehát már nincs meg a könyv, amit keresek. I said not anymore. Orthorn stole a number of books when he ran off to Felglow Keep to join those summoners. Some kind of peace offering. I think one of those volumes may have had some relevant information. If you want them, you'll have to talk to Orthorn. Okay. Tehát egy Orthorn nevezetű emberke ellopott tőle néhány könyvet. Hogy beállhasson azok közé, az idézők közé. Hogyha most el kell mennünk, és ki kell szednünk Orthornból, hogy hova tette ezeket a könyveket, és esetleg vissza is kell hoznunk neki Urágnak ezeket. Ja, tehát egy kis mellékküldetés. És már vár minket ez az illető. Tolftir is still in Sarthorn, is he? I shall be expecting a full report from him when he returns. Miért számít ez neked? Something was discovered in Sarthorn that was significant enough that Tolftir sent a new member of the college alone to deliver word. That sounds precisely like the sort of thing that should matter to everyone, especially me. Thank you for your help. You may go now. Hú, de kis boss ez a kis szemétláda. Vele már most látszik, hogy vele lesz egy kis problémánk, de hát mindegy. Kicsit azt jelezte a játék, hogy fáradtak vagyunk, úgyhogy szerintem megyünk, szunnyadunk egyet. Melyik pedig itt a kollégiumba. És csak utána indulunk küldetésre. Amúgy is már lassan egy napja fönt van szerencsétlen karakterünk. Úgyhogy meglátogatjuk a lakóövezetet. Szunnyadunk egyet, aztán már is útra kelünk. Azt hiszem... Nope. Megint warm-up. Jó, itt elég meleg van, úgyhogy azzal nem lesz probléma. Alszunk egy 8 órát. Az úgy egészséges. Annyi idő alatt már én is majdnem kialszom magam. No. Szerintem, ha 16 órát aludnék egy húzamba, akkor se nem érezném magam, sose kipihennek. Fine. Oké. Okay. Van beresztett, feeling bit hungry. Jó, megisszuk ezt a kis borocskát, iszunk egy kis vizecskét mellé, és elrapogtatunk mellé egy almát, meg esetleg egy kenyeret, és egy főtt marhát. Nom nom! Na, elvileg most már okék vagyunk. A küldetésünk pedig az, hogy find the stolen books. Mi sem egyszerű, meg kell keresnünk egyszerűen Orthornt. Elvileg. Hova jelez a térkép? Felglow Keep. Hát Whiterunból van a legközelebb, úgyhogy szerintem... Húha, tudjátok mi lesz itt a probléma? Innen nem visz kocsi sehova. Úgyhogy megszívtuk, mert ugye nincs lovunk, tehát én nem engedélyezem magunknak a gyorsutazást. Le kell caflatnunk Whitehelmig. Úgyhogy... Délre megyünk, még jó, hogy ittunk bort. Talán egy kicsit melegen tart minket. Van varázslat, ami melegen tart, de sajnos az még nekem nincs meg. Meglátogathattam volna igazán némelyik kollégista társamat, hogy... megtaníthasson nekem némi varázslatot, esetleg vehessek tőle könyvet, de sajnos elkövettem azt a hibát, hogy ezt nem tettem meg. Úgyhogy fogom az én kis valad. Ajj, még mindig nem tettem be. Alterationben van ugye a long stride. Talán egy kicsit gyorsabban oda fogunk érni, ahova akarok. A manám úgyis tovább kitart, mint a staminám, és hogyha tele lesz a staminám, akkor visszaváltok sima futásra. Délre megyünk, az a South-nak kell előttünk lennie. Hát le kell sétálnunk Windhelmig. Hát nem lesz egy kellemes túra, ezt már most megmondom. Remélhetőleg azért nem fogok ide fagyni.
Jó, és most visszaváltunk futásra. Oh, Snowflake begin to form in the freezing rain. Nice! Oh, fuck you, medve. Éppen dolgom van! Nincs elég nagy soul gemem. Oké. Transmute Longstride. És már futunk is tovább. Úgy látszik, hogy Longstride-dal gyorsabbak vagyunk, mint futással, úgyhogy marad a Longstride, úgyis van elég manám. Jajaj. Hapci következik. Már előre elnézést. Jézus. Jaj. Brrr. Kéne egy takaró. Na de majd a videó után. Ott egy rom. Oh, join the Stormcloak. Nope. Egyelőre nem. Megvan a másik küldetés is, hogy join the Imperial Army, de egyelőre úgy érzem, hogy irreveláns, hogy bárkihez csatlakozunk. You feel a little chilly. Yeah. Merre megyünk? Nem tudom, szerintem vágjunk át itt, talán egy kicsit rövidebb lesz. Én úgy érzem, hogy High Elfként, ugye ha már az Almeri Dominiont nézzük, akkor ugye ők az Elf nagykövetség, akik csatlakoztak a... És nem csatlakoztak, hanem így igazából bevonultak... Oh, fuck you. Bevonultak Skyrimbe. Segíteni akarunk címszóval. De nem igazán szeretik a nordok őket. Oh-oh. Kifogyott a Magica. Ehhez pedig erre van a Mystic Wind. Földobjuk. És amíg futunk, tölt a manánk. 10 másodpercig természetesen. Ott hagytam egy fém lelőhelyet, de most igazából nem nagyon zavar a dolog. Long stride vissza, és már futhatunk is tovább. Oh, sárkányfal valahol a közelben. Hát nem tudom, hogy... nem. Most nem. Most nem éri meg megkockáztatni. Fuck! Oh my god! Ez mi ez? Ez egy rom. Ez minket most nem érdekel, de rossz felé jöttem, bassza meg! Megkerüljük ezt a romot. Nem megyünk be, mert odabent csak balhé van. You are freezing. Fuck! Hopp, kicsit lecsúszkálunk. Csak dél, semmiféle utat nem követünk, csak délnek megyünk. Oh shit. Ki vagy? Valami pók, hogy akármi lehet, nem is érdekel igazából. Ajaj. És keletnek tartok, pedig délnek kéne. Ajaj. No, ezt utálom. Oh, nice, Ice Wolf. Ott maradt. Gurulj. Tehát mágusként, és hát High Elfként igazából az Imperial, tehát a birodalom mellé kéne, hogy csatlakozzak a logika szerint. De én inkább úgy tekintek a karakterre, mint elsősorban, mint mágus, tehát mint egy nagy tudású karakter. Ez mi ez? Iron. Jó, most nem érdekel igazából nagyon. Dobok egy másik Mystic Windet, hol vagy? Tehát mint egy nagy tudású ember próbálnék kimaradni. Egy High Elf, ha jobban tetszik. Próbálnék kimaradni a csatákból, tehát nem nagyon szeretnék csatlakozni se ehhez, se ahhoz a frakcióhoz. Ó, az érdekes. Nem számít sprintelésnek a Fast Ride-dal elkövetett gyors haladás. Na barátocskáim, ti meg fogtok halni? Legalábbis egy biztos. A másik is. Mennyi nem? Miért támadtok meg? Nem is értem. Esélyetek sincs. Még nem nagyon tudhatjátok, hogy van vagy nincs. Jó, ez már itt Windhelm, vagy Winterhelm. Innen már be fogunk tudni menni. Hát nem a legelegánsabb út volt, azt hozzá kell tennem. De... Na hát most. Szükségtörvény volt. Lidiát le is hagytuk valahol, de majd utánunk jön a töltőzónán keresztül. Na. Jó, beszorultam. Oké. Okay. Hát ez mind stíles, úgyhogy ez nem érdekes. Warehouse, oda nem megyünk be. Mi a városba szeretnénk. Nem szeretnénk. Jó. Ugye, hogyha innen merítenék vizet, a sós víz lenne, úgyhogy az nem használna nekünk semmit. Hol a bejárat? Itt, én úgy tudtam, hogy itt van egy bejárat. East Empire Company, ez egy kereskedőház. Freezing to death, nice.
Ah, fuck. Csak ott van fönt bejárat, ne idegesíts. Ow, what? Ajaj. Persze, a fagyos víz jót tesz. Oh my god, azt hittem, hogy itt van jég. Jesus, el is vitte az összes el is vitte az összes staminánkat a fagy. Mamma mia, befelé a városba, keresünk egy freaking... lefagytam teljesen. Help, help. Be kell mennünk keresni egy fogadót, hogy megszáradjunk és ne fagyjunk halálra. Ez lesz életem leghosszabb 50 métere. Ez már is jó. Hát ez egyáltalán száradok? Oh, megint warm up, nice. Oké. Ha már itt vagyunk, akkor eszünk, iszunk. Mármint kaját, nem hozzávalót. A kis almás pite. Jó lesz. A Lydia utol ért minket. Oké. Na. Elindulunk befelé. Nem melegettünk föl teljesen. Hogy igazából el is mehetnénk egyből izébe. White Rumba. Dehogy nem? Jó, persze. Hülye vagyok. Nem fizettem a izének, csak fölültem. Nem fizettem a kocsisnak, csak fölültem aztán. Vigyél! Yep. White run, white run, white run. Okidoki. Jobban örülnék neki, hogyha ez ilyen tetővel vagy ponyvával rendelkező kocsi lenne, akkor talán még nem is fagynék halálra az úton, de szerintem ilyenkor nem nagyon számít a hideg. Én úgy tudom, hogy az alvásnak számít ez az utazási forma, úgyhogy talán még kicsit ki is pihenni magát az emberünk. Hiszen idefele jövet, ha megszámoljuk, lenyomtunk 3 medvét, 2 kartfogó tigrist, 4 frost wolfot, mi a bánatot, meg 4 vagy 3 sima farkast, úgyhogy ja, nem csodálom, hogy kifáradtunk, jéj, de legalább megszáradtunk, és már nem vagyunk fagyosak sem. Hát igen, jóval jobban szeretem ezt a környéket, mint fönt a hideg hegytetőket. És az még a frostfall nélkül is kirázott a hideg, mikor ilyen egy szál bőrkötényben rohangáltam a hegytetőn, mert ez is előfordult már. Így meg aztán pláne tudjuk, hogy hol van hideg. Játék emlékeztet minket rá. És durván meg is büntet érte, tehát... Volt már, hogy vissza kellett töltenem, amiért megfagytunk, azt meghaltam. Most szerencsésen megúsztuk a dolgot. Na. Oh yeah, a napsugár. A napsugár a szívünkig. Benézzünk a kereskedőhöz. Eladjuk neki a fölösleges terheinket, főleg azt a Dwarven Armort a 48 fontnyi súlya. Jó, feltöltötte már a pénzeit, úgyhogy. Weapons. Evenbow megy. Azt nem akartam nézni, föl lehet bontani. Mage Light Stuff abszolút eladjuk. Dwarven Armor megy. Enchanted Ring, ezek mind mehetnek. Conjuration. Nem tudom, hogy melyiket lehet fölbontani, úgyhogy ezeket még egyelőre megtartjuk. A Sartal Amulethez majd van egy küldi, meg ez jól is ilyen most, úgyhogy egyelőre megtartjuk. Vacuum Masket természetesen megmarad. A Potions. Extra Magica jó, Knight nem kell, Venom egyelőre marad, Alteration nem. Hagling, ez még maradhat. Healing mana, stamina, pickpocket. Nem fogunk lopkodni emberek zsebéből. Knight. És regeneration. És amúgy sincs már több pénze, úgyhogy ja. Viszont megnézzük, hogy ő mit ad el. Van-e valami varázskönyved? Nincs, csak lore könyv, meg flames, meg hailstone. Ezek nincs szükség. Oké, doki. Na, haladjunk. Egy gyors alkemikúrzus, ugye? Ez mindig végig lehet csinálni, mert plusz XP-t jelent, hogyha sok potit keversz, meg amúgy is pénzszerzési szempontból se rossz. Ugye itt van az ingredient, megveszünk tőle mindent, aztán összekutyulunk mindent, és eladjuk neki, amiket összekutyultunk. Ennyi. Könnyű pénzszerzés. És fejlődünk is tőle. És hogyha nem is akarunk mestermérekkeverők lenni,
akkor is érdemes ezt csinálni, csak úgy poénból. Némelyik alapanyag többet ér, ha csak úgy eladjuk, de most ez így. Nekem jobban kell az XP, mint a pénz, mert 15 000 aranynál járunk amúgy is. Házra meg már szerintem így is lesz elegendő. Jaj. Közben megfulladok a semmitől. Ez nekem nagyon megy mostanság egyébként. Semmitől való megfulladás. Deadbell és Nightshade, ez a kettő nagyon-nagyon jó méreg alapanyag. Még összekeverjük Snowberry-vel. Nem is tudom, mit kap. Már 62 só kupac van nálunk, úgyhogy itt az ideje, hogy valami komolyabb kaját is főzzünk belőle. Jó kis buffokat lehet tőle kapni. Ott egyszer véletlenül annyira fölbuffoltam magam, nem is tudom, valami levest ettem. Hogy abszolút alig fogyott a manám. És olyan gyorsan töltött az életem, mint a folyamatosan kasztolnám magamra azt a legkisebb szintű gyógyító varázslatot. Jó volt, de nem tudom, mit ettem, úgyhogy ezt majd talán egyszer kiderítjük, hogy melyik kaja milyen buffot ad. Ha lesz saját házunk, ott lesz saját komoly konyhánk is, és ott egész jó kis ételeket lehet készíteni, még én magam is megenném, hogyha esetleg úgy tudna. A tundrakottan egyébként jó gyújtósnak is, úgyhogy abból néha kicsit többet tartok magamnál, és ezeket a fölösleges, használatlan potionöket most szépen eladjuk neki. Neki van-e valami potion, amit megvehetnénk? Amire szükségünk is van. Mana potionokra gondolok egyébként, mert most elsődlegesen inkább arra van szükség. Magica, jó. Nagyobb. Plentiful Magica, jó. És ennyi. A többi az már trágya. Legalábbis nekünk nem kell. Strength marad. Health, Damage Magica. Damage Magica regen. Mind fölöslegesek számunkra. Amikor sunyulós, íjász karakterrel nyomulok, akkor általában jobban megválogatom, hogy mit mivel keverek össze, és egészen durva mérgeket lehet kocsvasztani. Tehát... ott érdemes kísérletezni tényleg. Minél ugye magasabb a alchemy skillünk, annál durvább mérgeket lehet alkalmazni. Nekem sikerült olyat kikevernem, ami lebénította az ellenfelet azonnal, tehát paralízist állt benála. Nem kell. És közben sebződött 152-t 20 másodpercen keresztül, tehát így lelőttem, összeesett és idővel meghalt. Teljesen brutál poison toltunk az arcába. Milyen effektek vannak rajtunk most? Reduce stamina... Miért reduced? Bone break fever, oh jeez, meg vagyunk betegedve. Eltört egy csontom úgy tűnik, és attól vagyok lázba. Hát akkor legegyszerűbb módja a gyógyulásnak egy jó erős ima. Pup! És akkor a disguise ugye, a fertőzés eltűnik. Úgyhogy egész jó vagyunk. Nice. Kajánk az még van, viszont innen merünk friss, tiszta vizet. Már be is tettem az action I need-et. Drink refill. Ez fel is tölti a water skin, meg iszunk is. Úgyhogy ez már A-okay. Emellé még halapunk egy szalmon. Egy lazasztéket, és már is okék vagyunk. Na! És indulhatunk a küldetésünkre. Nem emlékszem, hogy ezt a fát meggyógyítottuk-e az előző végjátszásban. Valószínűleg igen, úgyhogy ezt a küldetést még be kell majd pótolnom, akárcsak a beszélő kutya Barbas küldetését is. Annyira nem mérvadóak, hogy én nekem ez most nagyon kelljen. Néhány extra levelt és szintet. Levelt, azaz szintet fog nekünk ez érni. Jelenleg most szerintem nem túl nagy prioritás. Megcsinálom majd egyszer kamerán kívül újra, hiszen azt már láttátok. És mivel ez egy történetvezérelt játék, ezért nem akarlak kétszer ugyanabban a sztorival untatni titeket. Oké. A csonttöréssel egész szépen ugrál a csávunk. Azt mondja, hogy Ice Form és Long Stride, jó. Csak hogy gyorsabban haladjunk. Wow, mi a problémád? Nem láttál még mágiát? Annyira meglepődnek itt, mondjuk. Igen, ez mondjuk lehet azért van, mert ugye Skyrim és itt általában Nordok élnek, amik nem igazán nyúlnak a mágiához, csak nem feltétlenül muszáj. Ó, igen, egy kicsit a hegyek felé megyünk. Úgyhogy azért nem nagyon szeretik, ha mágiát használunk a közelükből. Leander. Egyébként a levendula is mérgező, hogyha rosszul használja az ember, vagy túl sokat, úgyhogy óvatosan kell vele bánni.
te mi vagy? Jó, ez egy bancsa. Hú, és sok az életerő. Barátom sem. Az is egy bandita. Okidoki. Gyere, bics. Gyere, 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 gyere vissza. Hova mész, testvér? Testvér! Testvér, gyere csak vissza. Eltaláltam? Nem látok indikátort, hogy eltaláltam volna. Szeretem a villámot használni, mert azonnal odaér. Hova mész? Hova mész? Itt vagyok. Hova mész? Ide gyere. Fuck you. Nem vett észre, mert nem jelzi pirosan a térkép. Úgyhogy ez el fog repülni szerintem. Gyere már ide! Nem találom el. Öcsém. Komolyan. Szivatsz. Gyere ide, szállj le, adj egy pofont. Vagy valami. Tesó. Ne csináld ezt velem. Szükségem van a lelkedre, na. Na fuck. Bit thirsty. What the fuck? Most szállsz le! Dick. Most hol van? Ah, jó van. Tudod mit, öcsém? Futka, oppázd meg! Most komolyan szívat? First person-ből könnyű lőni. Majd én is béna vagyok. Szerintem ez headshotnak kellett volna, hogy legyen, na mindegy. Kezdesz fölbosszantani. Jó, majd idejössz, ha akarsz. Úgy vélem, hogy engem mostantól kezdve nem érdekel. Nem fogok üldözni egy hülye rohadék gyíkot. A firewood. Oké, okay, még jól jöhet. Vághattam volna magamnak én is, de... Minek? Dwarven... What? Oké. Okay. Törp harci bárd. Tomato... Cabbage. Jó, fuck you, sok. Anyádat hülye frostba, izé, atronák megijesztett. Majd nem. Use cooking pot. Na nézzük, mit tudunk rittyenteni. Azt mondja, só, piros alma és káposzta kéne egy káposztaleveshez. De van itt beef stew, carrot, raw beef, garlic. Annyi minden kaját lehet készíteni, tök király. Csak a franc se ér el vele szórakozni. Most. Aztán majd szépen összegyűjtök némi hozzávalót, és akkor majd lesz időnk vele szórakozni. Nem akartam... Kurva kosarat. Egyértelműen nem arra céloztam, na mindegy. Legalább sóból jó föl tudunk tankolni, jó, most már van nálunk káposzta is. Tudjátok mit? Szedjünk föl némi hozzávalód, aztán főzünk valamit. Abba is van kebics. Valami táposabb kaját, tényleg, ami ez egy jó kis buffot. Egyébként ez itt valami tolvaj menedék lehet, mert be van szépen zsúfolva minden. Shit. Azt hittem jó irányba tekertem. Itt lesz. Ha! És most fognak jönni a tolvajok. Én mentek egyet. És mit szólnátok hozzá, ha kipróbálnénk egy tekercset? Mondjuk... azt mondja, hogy... Scrolls. Mit szólnátok? A Banish Living az egy érdekes dolog, de az csak egyre hat. Úgyhogy nézzünk valami mást. Armor rating az annyira nem fontos. Bear Totem. Conjure Kirkrim. Oké. Okay. Erase Spell az most nem. Hysteria. Ez ilyen flea, ez ilyen ijesztő varázslat. Most nekem nem elijesztem ki, nem kicsinálni őket. Life Finale. Ja, az a Living Target est. Talons of Nern. Akárhányszor meg lesz tántorítva vagy ellenfél, egy kőtüske kitör alulról, és földobja a célpontunkat, és 150 damage-t. Stamina damage-tól. Az érdekes. Tornado. Fierce Twister. Oh, hú, vulkanok. Target point.
Érdekes. Úristen. Ez is megüt minket, úgyhogy ezt se toljuk el. Hát a Talons of Nirn az érdekesnek tűnik. Úgyhogy... Ezt ilyen sokáig tart bekasztolni? Jeez! Woo! Na nézzük! Meg kell staggerelni. Hát ez nem stagger volt. De már... És nincs is több ellenség. Ah, hát ezt elkurtuk. Pedig érdekes lett volna. És akkor ezen a területen ugye meg, ha valaki meg lenne tántorítva, akkor alulról fölcsapna egy ilyen kőtyüske. Pedig jól hangzott. Na mindegy, majd találunk ilyet. Lehet, hogy megtanulható is a varázslat, úgyhogy akkor majd nem mész el. Na mindegy, én megpróbáltam. Azt hittem kicsit gyorsabb bekasztolni ezt. Még sose próbáltam. Na, nem látok semmit. Lassan már itthon se látok semmit, mert sötétedik. Floor. Azaz liszt. Karot. Kicsit most felszedjük magunkat ilyen mindenféle kaja alapanyagból, hogy hát ha tudunk valamit főzni. Ivar Stone Singer. Pickpocket? Oké, ez úgysem nagyon fog fejlődni, úgyhogy örülök minden egyes ilyen kis bónusznak. Auto Wine. Ó, mérgek, Deadbell. Igen. Skuma? Na ez valami drogszerűség ezen a tájon, és eléggé betiltott dolog. Na nézzük, hogy tudunk-e valamit főzni ezekből. Hát skumából biztos nem, de... Apple cabbage. Jó, oké. Okay. Cabbage soup. Ez csak só és káposzta. Ez viszont almás verzió. Megcsináljuk, ha ennyit csak tudunk. Aztán már csak sima káposztára futja. Potato soup. Jó, jó. Jó, hát ennyi. Arra kiköhög. Kiköhögött, én köhögtem? Bread és charred skewer meat. Oké. Okay. Na jó, hát menjünk tovább. A lóval mi van? Steel. Tehát akkor ez még mindig valakié. Pedig kinyírtunk minden banditát. Hát akkor nem lopjuk el. Akkor menjünk tovább. Erről ennyit. Hát se sárkányunk nem lett, se ezt a spéci varázslatot nem tudtuk megnézni. De egészen biztos vagyok benne, hogy lesz még rá alkalom. A gond az, hogy nagyon sokáig tartott bekasztolni. Ez inkább ilyen csata előkészületnek lenne jó, mint sem ilyen csata közbeni varázslatnak. Hát most már ezt is tudjuk. Aztán tényleg szert kell tennünk egy pacira, avval sokkal gyorsabb. Egyébként ha elég hatékony méregről van szó, azt hiszem meg az egyik az pont a Leander, Deadbell és Nightshade kombináció volt, de lehet, hogy hülyeséget mondok, de mintha ez jutott volna legutóbb eszembe. A sokat használtam talán azért, de akkor lehet, hogy ez nem méreg volt, hanem valami más. Nem tudom, nekem elég mérgezőnek hangzik három halálos növény. Itt közeledünk egy barlangot. Most stopadsz, most tényleg? Az előbb menekültél el. Ne idegesíts fel. Na végre, észrevettél? Frost Dragon? Oké, akkor te tüzet fogsz kapni, barátocskám. Fire Breath. Woo! Na, egy szót használtam csak. Gyerünk! Gyerünk! Hova mész? Öcsi bogyó. Még nem beszéltük le az egészet. Még nem bunyóztuk le. Wow! Nem éppen profilandolás. Azt hinné az ember, ha valaki száz éveken keresztül repked, akkor tud landolni, de úgy látszik, hogy te egy failure vagy. Jó. Úgy egyébként rettentő szépen néz ki szerintem ez a dög. A rettentőt és a szépet külön-külön is együtt is lehet értelmezni ez esetben. Szép tüskés kék-fehér volt. Hát sajnálom tesó. Várj egy hír velem. Ahogy Hanzo mondaná Overwatchban. Ja nem, az Genji mondja. Hanzo azt mondja, hogy emészt fel az ellenségeim. Jó, mindegy. Túl nördöztem a dolgot. Vibú. Menjünk tovább. Egy újabb lélek. Nice. Az nem baj, ha tartalékban mindig van 2-3. Így akármikor készen állunk feloldani
az esetlegesen újonnan megszerzett szavakat. Itt van egy sárkány oltár is. Lehet, hogy meglátogatjuk előtte. Nem tudom, mennyi idő van még hátra. Oh, shit. Utálom, hogy ilyen gyorsan telik az idő, miközben jó játékkal játszik az ember. Na jó, mi legyen? Te ki vagy? That spell looks dangerous. Keep your distance. Barbus. Akárki is vagy. Örülök, hogy jól vagy. Közel vagyunk a romokhoz. Ott is lesznek, de... Én amondó vagyok, hogy ebben a részben gyorsan szerezzük meg ezt a sárkány szót itt a közelből. És utána akkor megcsináljuk ezt a küldetést. És az már valószínűleg a következő epizódra fog tolódni. Hát sokat nem haladtunk a sztorival, úgyhogy elnézést kérek. Két részt kell még várni a ház kezdéséig, de lehet, hogy hármat. De... Oh, hi! Te egy Blood Dragon vagy a farkad után. Úgyhogy szerintem ezzel kezdünk. De baszfő, messze voltam. Aha. Blood Dragon, nagyon tudok. Na gyere! Táncoljuk le, az előbb a testfodot már megettem reggelire, úgyhogy... Úgyhogy gyere csak te is. Hú, de jól nézek. Áú! Készen áll a izé? Highbornom? Yeah! Hú! Most föltöltöm a nám egyfolytába. Hát tesó! Te már nem bírtad nagyon sokáig. Az Elder Dragonok lesznek majd kemények, de... Döltsök be úgy szépen. Döjj be. Csá. Jó. Nos, sárkányszülöttként egész jól megy mostanság a meló. Egy újabb lélek. Scorching Bow. Oké. Take it. Meg is van a lelke. Hány lelkünk van talomban egyébként? 4. Nice. Ah, esik a hó. Lássuk csak. Nem nagyon szoktam használni a Clear Sky-t. De talán most segít. Ugye ezt használtuk ahhoz, hogy... Ja! Hogy bejussunk, ugye följussunk Patronaxhoz. SharePoint. Oh. Oké. Okay. Come get me. Mindjárt meglátjátok, hogy mi az, ami nem tetszik nekem most hirtelen. Elvileg itt lesz egy Dragon Priest is. Aha. Hello! Crossis! Egyébként a Crossis sárkány nyelven azt jelenti, hogy elnézést. Gyerünk! Hú! Véletlenül Clear Sky-t kiáltottam rá, de mindegy. Elintéztük. Hú, ez egy háromszavas egybe. Nice. World of Problem, voice, throw voice. Igen, ez a lopakodó karaktereknek nagyon jól jöhet. Ez egy ilyen csalogató szó. Itt van Crossis egyébként, itt a maszkja. Lockpicking, archery és alchemy. Igen, ez abszolút a lopakodó karaktereknek való, és ugye light armor, tehát még passzol is hozzá. Staff of Fireballs abszolút megérte ide eljönni. Minor Health, Shield nem. Dispel Magic. Ez már megvan. Withering. Csökkenti a célpont támadó és mozgási sebességét 5%-kal 20 másodpercen át. Minden másodpercben 20 másodpercen át. Oké. Nagyon jó. Na most a gond ugye az, hogy ezt a shoutot ugye háromszor kell feloldani, és nekem már... Az a baj, hogy erre nincs szükségem. Tehát ez egy ilyen olyan szó, hogy így belesuttogsz a sötétbe, és akkor azt hiszi az ellenfél, hogy máshogy, máshol vagy. Na már most nem igazán lopakodós a karakterem. Tehát mindegy, a szó megvan, ha lesz elég fölös Dragon Soulunk, akkor kinyitjuk. De most ugye csak 4 van, és ez eleve 3-ba kerülne. Tehát mind a 3-at föl akarnám oldani, ha már föloldom. Úgyhogy megvan a szó, megmutattam, hogy hol lehet megtalálni. Lopakodó karaktereknek abszolút király. De mi most nem oldjuk föl, egyelőre csak megtanultuk. Sokkal jobb dolgok vannak, amire elkölthetjük ezt a 4 Dragon Soul-t. Egyébként itt is van a rom, amit keresünk. Mentünk egyet. Azt mondja, ja, SharePoint, find stolen books. Bemegyünk oda, és megtaláljuk azokat a könyveket. Remélhetőleg. Oké.
Remélhetőleg még ebben az évezredben. Szeretek így hátulról közelíteni, bár inkább... értitek? De inkább a lopakodós karakternek ajánlott az ilyen megközelítési mód, hiszen ha ide fölcsücsülsz egy nyíllal a kezedbe, bárkit kiszedhetsz anélkül, hogy észrevegyenek. Nagyon sokat lopakodóztam egyébként ebben a játékban is, ugye Khajiit karaktert húztam Light Armorba és két Dagger-rel vagy Bow-val mentem. Fucking észrevettek. Jó. Legalábbis az Atronark észrevett. Sneaking részt. rajta van a célkereszt a fejeden. Ow, fuck you! Nope. Akkor lemegyünk. Itt mágusokkal van dolgunk, úgyhogy elektromosságot a kézbe. És... egy Flame Atronarkot szerintem megengedünk magunknak mi is. Továbbá az Iceformot fogjuk használni. Már csak azért is, hogy le tudjuk őket állítani, ha nagyon sok spellt küldenénk az arcunkba. Going to kill you, yeah, 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 yeah. Hey, ho! Mondom, boom! Novice Frostmage, tehát kezdő. Hát igen, ez már nem kezd el semmit. Én viszont jól befejeztem neki a karrierjét. Briarhurt, ez egy jó ritka... Au! Ez egy jó ritka alapanyag. Na jó, hol ez az a Thronark? Te ott. Mellé. Az headshot. Az headshot. És ilyenkor mindig menjetek távol, mert... Bum, igen, robban. Hey, hey, Fire Mage! Oh! Leszpel, levédte. Ügyes, ügyes, én meg beszorultam. Nem úgy van az. Black Mage Robe, ezeket már nem szerem föl. Még egy kicsit körülnézünk, hogy mi az, amit föl... Oké! Elbújt az emberünk a vödörrel a fején. Zöldség. Hagyma, a káposzta. Nagyon jó. Meg lesz a vasira való. Ez mi volt? Krumpli. Nice. Azt mondja, hogy itt van-e még valami hús? Frost Miriam. Egy kis pénz. Carrot. Ez itt mi? Ajtó. Ez jön bentről, tehát először is be kell sunyognunk a hátsó bejáraton. Hiába írtottuk ki a fél nemzetiséget már idekint. Semmi probléma. De ott is van a bejárat, már mutatja is nekünk alulról. Te mi vagy? Ó, az Atronark. Atronarkokat mindig lootoljatok, mert drága hozzávaló van benne. Nagyon jó. Hát ide is eljutottunk. Tehát akkor három darab lopott könyvet keresünk, és ha már ott vagyunk, akkor megkeressük ezt a csókát is, aki ellopta őket. Valószínűleg meg fogjuk őket találni. De majd csak a következő epizódban. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, remélem élveztétek az epizódot. Én nagyon dobjatok egy lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. A következő részig pedig kitartást kívánok nektek, sárkány születtek. Sziasztok!